Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kultúra.neked programajánló műsorában, melyben ebben az adásban nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a májusi soproni kulturális program gyöngyszemeiből én nyújthatok át önöknek egy csokrot, amelyet én magam válogattam össze. Olyan apropóból ülök itt, hogy éppen a Lehár Ferencnek a Vígözvegy című operettjét próbálom, ami a Fertőrákosi Kőfejtő Barlangszínházban kerül színre a nyár folyamán. Ha jól tudom, 20 alkalommal fogjuk játszani, és most éppen túl vagyunk az olvasópróbákon, folynak a nyelvi korrepetíciók, mert hogy német nyelven fogjuk ezt az előadást játszani először. Majd később ősszel pedig bemegy a Soproni Petőfi Színházba magyar nyelven. Egy nagyon nagy kihívás, alapvetően maga a mű. Én több operettben is már játszottam nagyszerű primadonna szerepeket, Kálmán Imrét, Ábrahám Pál műveit, amik egy picit, jó, Kálmán Imre nyilván nem annyira könnyed, de nagyon sok olyan dallamot írt, ami igazán populáris és könnyen megjegyezhető. Persze vannak benne nagyon szép drámai vonalak, gyönyörű szép dallamívek, de Lehár Ferenc talán az egyik olyan operett szerző, aki nagyon-nagyon komolyan vette ezt a műfajt. Meg is vádolták az, hogy picit túl komolyan próbálta venni, de ő azért mégis megpróbálta azért ezt könnyebben fogyaszthatóvá tenni, de nagyon-nagyon érződik benne azt, hogy egy nagyon komoly operai múlttal rendelkezett. Hatalmas kihívás, énektechnikailag, tényleg óriási íveket kell énekelni, gyakorlatilag az összes szereplőnek csodálatos dallamai vannak, és nagyon-nagyon jó karakterek. Alapvetően a darab egy nagyon könnyed sztori, tehát egy nagyon-nagyon jól fogyasztható, és pont ez a kettősség szerintem nagyon érdekes benne, hogy zeneileg tényleg nagyon komoly, és ellensúlyozza ezt ennek a történetnek a banalitását tulajdonképpen. Persze természetesen, mint minden ilyen történetben, félreértések, féltékenység, szerelmi viszonyok, ahogy alakulnak, ez szerintem nagyon izgalmas, ez gyakorlatilag szerintem minden korosztályt foglalkoztat. A társaság nagyon jó, úgyhogy nagyon vidám napoknak és próbáknak nézünk elébe. Az operett világától viszonylag távol áll az Illés zenekarnak a zenei világa. Megmondom őszintén, hogy én egyébként ezen nőttem fel, tehát én kiskoromban anyukám még rendszeresen hordtak engem fonográf, illetve Illés koncertre, úgyhogy én kívülről tudom az összes dalt.
És nagy örömömre szolgál, hogy született egy ilyen előadás, mert ugye most divatja van ennek, hogy nagymúltú zenekaroknak, tényleg akik olyan zenei anyagot halmoztak föl évtizedek során, hogy az érdemes arra, hogy egy sztorit köré írva ebből egy színházi mű keletkezzen. Tied a világ címmel fut, ugye ez is nyilván egy Illés sláger volt, de az összes sláger gyakorlatilag felhangzik benne, csodálatosan nagyszerű férfi szereplők prezentálásában, mert ugye egy férfi zenekarról van szó. Gondoltam, hogy egyszer majd befélre, de Sárikának hiába beszélek. Sárika egy kicsikét nehéz lány, de Sárikának a szemek szivárvány. Gondoltam neki nélküle nem élek, de Sárikának hiába beszélek. A darab sikerét olyan nevek fémjelzik, mint Feke Pál, Mikó Pisti, Vastag Tamás, Savanyú Gergely, Papatilla, és egyetlen egy női figura karakter jelenik meg a darab során, Demeter Helga, aki egy pizzafutár lány, és egy picit javít a férfi-női arányokon. Elmegy a kugli egy este, mert rúgni, mert ő az a kugli kirincspából. Hely, aki dolgozik, az meg is szomjazik, kugli fejében ez így van jól. Ott a zsebében a munka vére, és az az úr, akinek van pénze. Körben a jogja, az éjszaka lánya, és felszabadítja az öntudatát. A sztori az egyébként egy nagyon helyes történet, egy lakásavató bulira készül egy társaság, ami ugye mindig egy nyilván egy nagy büszkeség, amikor az ember ingatlan tulajdonos lesz, és nyilván előkészületek, nagy munka az egész dolgot úgy organizálni, hogy sok-sok ember ott lehessen, de sajnos ebben a történetben úgy alakul, hogy sokan nem jelennek meg ezen a bulin, viszont természetesen a főhősünknek a legfontosabb barátai minden olyan pillanatban mellette vannak, ami a számára meghatározó, és ez ebben az esetben is így van, és ez a nehezen induló buli gyakorlatilag egy fergeteges koncerté változik, és végig éneklik gyakorlatilag ezt a 20 Illés slágert, és az az egyik kuriózuma az előadásnak, hogy egy ponton a nézők is részévé válnak az előadásnak. Ki mondta, hogy nem néz? Ki mondta, hogy nem néz? Ott, ott, miért rá, miért rá? Árnyékban jártál, láthatatlanul, napfére léptél, váratlanul. Most, hogy végre itt a tavasz, május a jó idő, egy nagyon jó alkalom arra, hogy kimenjünk egy picit a városból, egy picit a természetbe. Erre egy nagyon-nagyon jó helyszín a Fertőrákosi Kőfejtő Kaland és Témapark, ahol anyák napja alkalmából május 4-én és 5-én, ezen a két hétvégi napon az egész család gyakorlatilag ki tud mozdulni otthonról, és különböző programokon vehet részt. A gyerekeknek is rengeteg meglepetés lesz arcfestés, lufi hajtogatás. Ha jól láttam, akkor még valami fonal grafika is, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vajon mit akar. Ezen kívül a Soproni Petőfi Színház színészei egy barangoló program keretében körbevezetik az érdeklődőket. Kisgyerekes édesanyaként engem is nagyon érdekelnek ezek a különböző programok, minden, ami az anyák napjához kötődik, mert most már 5. éve egy nagyon fontos esemény ez az én életemben is. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, amikor az óvodai ünnepség lesz nálunk, például a kislányoméknál. Én amióta édesanyja vagyok, én nagyon-nagyon érzékeny lettem, úgyhogy minden ilyen témában egy film, vagy akár színházi előadás, az mindig mélyen megérint, és egyébként nagyon érdekelnek is az ilyen témájú, tehát az anyaságról, az anya-gyerek viszonyról szóló történetek. És a Liszt Központban lesz a Vaskakas Báb Színház előadásában, ami ebben az esetben felnőtteknek szól. Egy olyan érdekes témát feszeget, hogy hiába vagyunk felnőttek,
Sokszor nem érezzük magunkat olyan erősnek és mindenhatónak, ahogy mi a saját szüleinket láttuk annak idején. Ez az előadás szól születésről, halálról, anyákról, gyermekekről, nőkről és férfiakról egyaránt. Nagyon apró, de mégis nagyon-nagyon fontos kérdéseket feszeget. De nagyon érdekes, mert ez egy léleképítő játék, ami szól tapasztalt szülőknek és olyanoknak is, akik még a szülői szerep előtt állnak. Maga a darab Tészabó Annának a szövegeinek felhasználásával készült, Markó Valentyik Anna rendezésében és előadásában láthatják a nézők a Liszt Kulturális Központban, és nyugodtan érkezhetnek gyerekekkel is, mert hogy a szülők egy nagyon helyes kis mesefészek névvel működő gyermekmegőrzőben hagyhatják addig gyermekeiket, amíg ők az előadást élvezik. Első péntekén táncházban, a pöttyöző és a pontozó. A pöttyöző a kisebbeknek szól, még az alsós korosztálynak, ahol a gyerekek élő szóban hallgathatnak mesét. A Petőfi, ami pedagógusai hoznak kézműves barkácsolni való dolgokat, amikkel a gyerekekkel foglalkoznak, és aztán táncházban táncokat tanulnak, tánclépéseket, kis koreográfiákat, esetleg a meséhez vagy az alkalomhoz kapcsolódóan. A pontozó az meg már a nagyobbaknak van, ott is elhangzik mese, olykor több is egymás után, mert ez a korosztály is, tehát ők már nagyobbak, ilyen 19 évesek is szoktak jönni, de ők is igénylik a mesét, tehát ez váratlan volt nekem is, hogy nem meséljek, de aztán ők kérik, hogy igen, és hogy ha lehet, akkor még egyet. Tulajdonképpen, amikor a gyerekek mesét hallgatnak, tehát nem nézik, akkor egy belső képalkotás indul meg, ami a fantáziájukat fejleszti, és ezen keresztül nagyon-nagyon sok minden mást is tulajdonképpen. Emiatt is van ez kihangsúlyozva nagyon, hogy itt élőszóban hangzik el a mese. Ugyan vannak holografikusan kivetíthető meséink, de azt igazándiból nem szoktuk használni, mert az megtöri a személyesség varázsát. Nem tud az ember olyan jól egy-egy gyerek reagálására választ adni. Tehát sokkal élőbb a kontaktus, a kapcsolat a mesélő és a gyerekek között, és közben, amíg ezt hallgatják, belül látják azt, amit hallanak, és mindenki a saját maga fejlettségének megfelelően képzeli el. Tehát nem tudsz ijesztőt mesélni. Mert hogy minden gyerek csak azt tudja elképzelni, amiről már van valami benne. A május hónap az azért is különleges, mert tényleg a családok jegyében zajlik, ugye május végén van gyermeknap, és ez alkalomból is természetesen a gyermekekre is gondolva lesznek programok. Árnyas Mesefa címmel a színi tanodások fognak mesélni, lesznek ismerkedések népi motívumokkal, élő népzene, szóval a gyerekeket is nagyon érdekes és különleges programok várják. A komoly zenei bérlet utolsó állomása pedig egy olyan két zeneműből álló hangverseny lesz, melyet a győri filharmonikusok fognak előadni, Berkes Kálmán vezényletével. Az első zenemű Goldmar Károlynak Ámol vonós ötöse. Róla tudni kell, hogy ő soproni illetőségű,
és a Sába királynője című operaművel vált tulajdonképpen világhírűvé. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a vonós ötös is méltán lesz közkedvelt. A hangverseny másik zeneműve pedig Dvořák nevéhez kötődik, Édur szerenádja, ami pedig ugye a cseh muzsikára annyira jellemző, a melankólia és a táncos ritmusosság különös keveréke, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon szórakoztató és igényes zenemű. A Soproni Petőfi Színház mindig is fontos feladatának érezte azt, hogy az ifjúságot nevelje, pedagógiai célzattal vezesse a figyelmüket különböző témák iránt. Erre nagyon alkalmas program a Pokoli Puncspancs, ami a gyerekeknek a környezet tudatosságra való nevelésére fekteti a hangsúlyt, ahol állatok azok, akik gyakorlatilag megmentik a világot, egy nagyon kalandos történet keretében végül is odáig fajulnak az események, hogy maguk az állatok lesznek azok, akik megmentenek minket. A magyar kormány minden gyermek juthasson el színházba címmel programot hirdet. Ennek a programnak az a lényege, ahogy a címéből is adódik, hogy minden gyerek függetlenül attól, hogy gazdag szülő gyermeke vagy szegény szülő gyermeke, függetlenül attól, hogy tanyán él vagy a fővárosban, azonos eséllyel évente egy alkalommal el tudjon jutni olyan kiemelt kulturális programra, ami az ő szocializációját, művelődését, művészettel való találkozását emlékezetessé teszi, élményközpontúvá teszi. Ez az általános iskolás korosztályt jelenti, az elsőtől a nyolcadik év között, tehát minden egyes gyermeket évente egyszer. Nagy öröm, hogy a kulturális kormányzat Lázár Ervin programjához kapcsolódni tud a Soproni Petőfi Színház is, és így a Soproni tankerületet, a Sárvári tankerületet és a hozzánk bérletes szinten kötődő területeket szeretnénk ebben a programban teljes mértékben ellátni. Az alsósoknak a Pokoli Puncspancs című előadással, a felsősöknek pedig a Kövek című előadással a mostani pilot projektben. A következő évadban pedig a Zentarok operával és a Hét szín virág című mesével fogunk majd dolgozni. A mostani májusi előadás tehát gyakorlatilag egy próbaüzem, számunkra is nagyon érdekes, hiszen buszokat kell szerveznünk a gyerekekhez, meg vonatutazást, meg minden effélét, ami korábban a színháznak nem tartozott a szorosan vett tevékenységi körébe, de minden esetre a programban 1700 körüli gyermeket fogunk most vendégül látni. Külön kihívás lesz majd a következő év, hiszen akkor már a kapacitásunk lehetővé teszi a 20 000-es gyermeklétszám befogadását, úgyhogy ilyen szempontból nagy örömmel és kihívásokkal tekintünk a jövő elé. Kövek című előadással azokat a határokat feszegetik, vagy azokat a kérdéseket, hogy mettől meddig tart mondjuk egy gyerek, vagy egy diákcsíny, minek milyen következményei lehetnek, mert sokszor nem is gondoljuk, de egy egészen banális dologból óriási tragédiák születhetnek. Nagyon fontos feladatunk minden esetben, így ebben a programban kiemelten fontos, hogy a színházi szórakoztatás, a megkapó élmény mellett olyan gondolatokat is elhelyezzünk az üzenetben, amelyet közvetíteni szeretnénk, amelyek hát persze nagy szavak ezek, de komolyan gondoljuk, a világot egy kicsit jobbá teszik, a gyermek gondolkodását, a fiatal gondolkodását több irányúvá, sokszálúvá teszi. Ilyen értelemben minden egyes produkciónk mögött megvan az a gondolatiság, az az üzenet, ami hozzátesz valamit az emberi léthez, nem pedig elvesz belőle. Így a legkisebbeknél, ugye most a próbaüzemben, májusban a
környezetvédelem fontossága az, ami kiemelt szerepet kap. A következő évben a kívánságaink, döntéseink fontosságáról fogunk elmélkedni az alsós korosztállyal, ráadásul majd a tánc nyelvén. A felsősök vonatkozásában pedig ugye most a játék és a bűncselekmények közötti vékony mesdjéről elmélkedünk, hiszen nem minden vagány kamasz gyerek ússza meg a csíntevéseit abban a kategóriában, hogy egy barackkal el lehessen intézni. És nagyon érdekes magának annak az előadásnak a játszási stílusa, az, hogy a szereplők gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan váltják a szerepeket, mindenki játszik mindenkit, tehát különböző nézőpontokban helyezkednek nagyon-nagyon gyorsan váltakozva, ezáltal valahogy a nézőket is arra sarkalva, hogy ők is nagyon gyorsan bele tudjanak helyezkedni a különböző nézőpontokba, mert nagyon fontos az, hogy egy bizonyos, akár egy esemény sorozatot hányféle szemszögből lehet megvizsgálni, és lehet abban sok mindenkinek igazsága, de mégis a végkifejlethez, amíg eljut maga ez az esemény vagy cselekmény sorozat, az nagyon, nagyon érdekes, hogyha a több irányból megvizsgálható. Még egy esemény sorozat felé szeretném az önök figyelmét irányítani, ami pedig nem más, mint Orgona virágzás címmel indult egy olyan koncertsorozat, melyet soproni csodálatos templomokban élvezhetnek. Kuzsner Péter orgona művész fejével pattant ki ez a gondolat, hogy különböző 19-20. Századi zeneműveket, illetve kortárs zeneműveket ismertessen meg a közönséggel, és nem titkolt vágya az, hogy a fiatalokat is beinvitálja ezekben a templomokba, ezekre a koncertekre, és megszerettesse velük ezt a talán elfeledettnek hitt műfajt, a hangversenyeket. Talán a fiatalok is egy picit kedvet kapnak, úgyhogy nyugodtan kézzel lehet fogni az idősebb korosztálynak a fiatalokat, és elvinni magukkal ezekre a koncertekre, ahol igazán lendületes, fiatalos művekkel találkozhatnak. Végezetül szeretnék egy olyan programot ajánlani, amit biztosan nagyon sokan ismernek, illetve hallottak róla, ez pedig a soproni gyors talpaló, ami minden hónap utolsó vasárnapján egy nagyon érdekes, hivatásos vagy felkért idegenvezető kíséretével bebarangolhatják a Sopron városának nevezetes helyeit. Minden alkalommal külön téma vagy külön helyszín köré csoportosulnak ezek a séták, amik 60, illetve 90 percesek. Az utolsó sétára rendhagyó módon most májusban nem az utolsó vasárnapon kerül sor, hanem hónap közepén, május 19-én lesz ez az utolsó záró séta, amire nagyon fontos, hogy azok a hűséges városlátogatók, illetve városjárók, akik minden alkalommal részt vettek, a kis gyűjtő füzetecskéjüket vigyék magukkal, mert minél több pontot gyűjtöttek, annál nagyobb az esély arra, hogy különböző érdekes elismeréseket, illetve ajándékokat kapjanak. A szíves figyelmüket, remélem, hogy sikerült az érdeklődésüket felkelteni a programok iránt, remélem, hogy minél több helyszínen, minél többen fogunk találkozni, úgyhogy viszontlátásra Sopronban!